Gyurcsány Ferenc cáfolja a közvéleménykutatásokat. Szerinte nem túlzó remény az, hogy tavasszal a demokratikus koalíció elírja az 5%-os parlamenti küszöböt. Kaposvári fórumán a pártelnök kijelentette, a ciklus végére a demokratikus koalíció stabil középpárt lesz. Azt sem zárta ki, hogy a következő országgyűlési választásokon az LMP-vel vagy az MSZP-vel közös miniszterelnök jelöltet állítanak. Gyurcsány Ferenc szerint április végén már lehet parlamenti frakciója a pártnak, ám nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy az országgyűlés törvényekkel fogja ezt megakadályozni. A DK elnöke hangsúlyozta, nem az MSZP-ből akarnak új pártot létrehozni, de tapasztalataik szerint korábbi pártokból is vannak tagjelöltjeik, valamint eddig nem politizáló emberek is támogatják a demokratikus koalíciót. Ebből egy új tagság is párt fog összejönni, és egymás után alakulnak meg városokban, kisebb településeken a csoportok 20-30-40 fővel. Nézd, indulásnak elég. Az a bajunk, hogy annyi jelentkező van, hogy egyelőre nem is tudjuk mindent elbírálni, minden héten egyszer veszünk fel tagokat. Legutóbb például 400 taggal bővült a párt, amelynek elnöke a közvéleménykutatások eredményeivel szemben azt reméli, rövidesen országos lefedettségű szervezet lesznek. Mi sokkal polgáribb, nyugatosabb, centristabb álláspontot foglalunk el. Az LMP időnként végtelenül kritikus a piacgazdasággal. Az MSZP tekintetben a kettő között van, szóval ez három elég különböző irányzat. Ennek ellenére Gyurcsány Ferenc együttműködésre számít az LMP-vel és az MSZP-vel, mert álláspontja szerint enélkül nincs esélyük, hogy 2014-ben le tudják váltani az Orbán kormányt. Azt sem zárja ki, hogy közösen állítsanak miniszterelnök jelöltet, a személyét azonban egyelőre még nem tudják. A nagyobb kérdés az nem ez, hanem hogy mondjuk, ha ez három párt, az LMP, az MSZP, meg mi, egyet tudunk érteni, mit kell csinálni az oktatásban, az egészségügyben, mit kell csinálni az adórendszerben, mit kell csinálni a családtámogatásban. És ha van közös program, van ehhez olyan ember, akit találunk. A Demokratikus Koalíció taktoborzó fórumán Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy Magyarország egy önmagával megbékélni tudó polgári, demokratikus ország legyen.